Sziasztok! Készítek nektek egy autós vlogot, megyek menni egy USB hubot, egy USB elosztót, mert sajnos a másikamba elszakadt a kábel rész, úgyhogy muszáj vagyok venni egy másikat. Meg bevásárolunk, srácok. Megtiszteltem azzal, hogy dél elmúlik mindjárt, úgyhogy mire oda is fogok érni, addigra körülbelül fél egy lesz, és már nem lesznek remélhetőleg az idősek, mert nem védeni szeretném őket. Most az elmúlt hetekben, mióta megszűnt a munkahelyem, a csatornára fordítom az energiámat, amit csak tudok, amellett itthon teszek-veszek, kint a kertben. Most jön a húsvét, ma ablak tisztítás volt, például ajtókat lemostam, ilyen apróságokat. Kérdeznétek, hogy hova megyünk? Kisvárdába megyünk, ez itt van, hát az én falunktól olyan helyen közel, olyan 13-14 kilométerre, csak közben meg eléggé remeg a kamera állvány, nem baj, majd meg kellene húzni, de mindjárt megállok és megfeszítem, hogy nem mozogjon annyira. Na, itt is vagyok. Meghúztam, remélem nem fog remegni. Úgyhogy a legtöbb időmet most a csatornának szentelem, emellett otthon házi munkákat csinálok, és munkát keresek. De most elég nehéz a helyzet ebben a vírus helyzetben. Szinte alig van meghirdetve állás, főleg meg informatikus állás. Most még nem, hogy embereket felvennék, hanem szinte mindenünnen engedik el őket. Úgyhogy nehéz most, de úgy gondolom, hogy ebből is van kiút. A téma, a videónak a témája, ez a vírus helyzet lenne. Hogy azért is viszlek benneteket magammal, hogy megmutassam azt, hogy erre mifelénk mennyire tartják be azért a bevásárlóközpontokban a szabályokat, mert sok helyen hallom, hogy nem tartják be a szabályokat, tojnak az egészre, pedig ez nem jó, srácok, lányok, fiúk, mert minél hamarabb le tudjuk ezt, annál hamarabb fog az ország visszatérni a kerékvágásba. Nem lesz ilyen kijárási tilalom, stb. Úgyhogy én csak mondani tudom, ajánlani tudom nektek, hogy mindenféleképpen, aki teheti, tartsa be a szabályokat, és 9-től 12-ig, aki csak teheti, hagyja az időseket vásárolni, ne menjen senki se akkor boltba. Utána már ugye a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően mindenki mehet oda, ahova ugye a szabály engedi. Ezt nem is akarom ragozni tovább. Most a csatornára tervezett videóújítások, Forza Horizon 4-et szeretném megvenni a napokban. Felkerül a csatornára a Cségó. A Dave Bratyesszel fogunk együttműködni. Fortnite is be fog kerülni most a csatornára. Igyekszek, srácok, lányok, nektek minden nap egy videót hozni. Videót akár vlog formájában, akár gameplay formájában. Most közben kereszteződéshez érek. Menjünk a főúton mindjárt. Ahhoz képest, hogy kijárási korlátozás, stb. Ilyesmi van. Voltam a múlt héten voltam úton, mert papírügyeket intézni. És
és azt tapasztaltam, hogy nem nagyon csökkent a forgalom. Jó, valamennyire csökkent, de nem számottevő, tehát azért lehet eléggé sok autót, meg kamiont, meg stb. Látni a forgatott úton. Bevásárlóközpontból jövök, és akkor megmutatom, hogy mi a helyzet mifelénk. Na, sziasztok, itt vagyok, sikerült elintézni a dolgomat. Sajnos a bevásárlóközpontban nem engedték, hogy videózzak, úgyhogy ott nem tudtam nektek videót készíteni. Sikerült megvennem az USB hubot, ha hazaértem, be is fogom nektek mutatni. Vannak azért egy páran. Hál' Istennek nekem jó szempont, hogy a kocsiknak azért a fogókáját is lefertőtlenítették, mert érzett rajta a hipó, meg valami fertőtlenítő, úgyhogy még azt is lefertőtlenítették, úgyhogy vigyáznak bőven a dolgokra, úgyhogy... Közben itt volt is rázok egy baleset, csak a baleset végét láttam szerencsére. Úgyhogy, na, visszatérve a bevásárlóközponttól, minden feltöltlenítve van, nagyon vigyáznak a dolgokra, úgyhogy le a kalappal a dolgozók előtt. Ugye ők sajnos ebben a helyzetben ők nem maradhatnak otthon. Ha hazaértünk, akkor bemutatom nektek a hubot, onnan majd folytatjuk. Megöttem. Itt van a bemutatott, a videóban beszélt kis USB hub. Ez egy egyszerű, ahogy láthatjátok, 2.0-ás maximum 500 GB per szekundumot tud átvinni a portjain keresztül, ami ott látható. Láthatjátok a paramétereit. Hát én csak olyan eszközökre fogom használni, amiknek megfelel a 2.0 is. Ahogy láthatjátok, kompatibilis, maximum 480 megabyte per second tud, és 500 milliamperes ugye az áram felvétele. Kíváncsi leszek, hogy mit fog muzsikálni ez a kis szekerentje. Hát nem olyan nagy dolgokra fogom használni, ugye az USB-s mikrofonomnak, a webkamerának, a fejhallgatónak, tehát ezeknek szerintem tökéletes lesz. Ebben a videóban ennyit szerettem volna, úgyhogy én Lucky Mester voltam, és sziasztok!